29. Galgahévízi falunnep előestéjére 2017. július 7-én került sor. Hagyományosan pénteken van az ünnepnyitó rendezvénye, ami ezúttal a Pest megyei értéktár és a Galgahévízi értéktár kiállításának megnyitója volt. Népes közönség gyűlt össze a Kodály Zoltán művelődési házban, akik elsőként a Galgahévízről készült imásfilm premier vetítésén vehettek részt. A Baktura forgalmi út mentén, a Galga alsó folyásának jobb partján helyezkedik el az eredendően nyújtott halmazos fésűs beépítésű település. Régészeti emlékekben a falu határa gazdag. Nevezetesebb lelőhely a Szent András part nevű dőlőrész, ahol már a bronzkorban is éltek. A középkorban pedig Földvár és az Ákos nemzetség bencés monostora állott. Az ünnepi műsor első fellépőiként a Csemetekert óvoda cica csoportosai kedveskedtek a közönségnek egy dalcsokorral. Gyertek, gyertek játszani, játszani kell valamit, játszani, játszani, csicseréket, hogy borékot, Ádám baszkot, hadd barackot, tengeri gókot. Mit játszunk? Cserebogár, gyere elő, mondd meg nekem, mikor lesz nyár, majd ha a kis leállt mezítlapján. Cserebogár, gyere elő, mondd meg nekem, mikor lesz nyár, majd ha a kis leállt mezítlapján. Jöttem, taligám, kicsi taligám, három béka fülemüle énekel a fán. Fordékot szokott, taliga kelé, három béka jó kínálság, álljon meg a tét. Jöttem, taligám. Megnyitó beszédet Szabó István, a Pest megyei közgyűlés elnöke mondott. Összefoglalta, hogyan indult el a kezdeményezés Pest megye értékeinek összegyűjtésére. Épített környezet, kulturális örökség, szellemi javak, sport és természeti környezet kategóriákban. Ez a megye úgy jó, ahogy van. A nevével, az értékeivel, az ezer esztendejével, azzal az 1.240.000 ember, aki itt él, mert ez önmagában egy érték. És az emberek nem tudják azt, hogy milyen értékek veszik körül őket. Ott élnek benne az életük része, és ez úgy gondolják, hogy ez evidens. Amellett evidens valóban, de azért az egy olyan érték, amit meg kell őrizni, meg kell tartani. Meg kell élni, mert ha itt körülnéznek a képeken, az értékeinknek a döntő része olyan, amit akár hétköznap is látunk. De ahhoz, hogy ez az érték megmaradjon, ahhoz, hogy azt tudjuk, hogy az érték, és a gyerekeink is tudják, hogy az érték, az unokáink is tudják, hogy érték, azt össze kellett szedni. Ezért döntöttünk úgy a Pest megyei önkormányzata, hogy ezt a munkát elkezdjük, és elkezdjük inspirálni a közösségeket arra, hogy az értékeiket keressék meg. A Kodály Zoltán művelődési házban a Pest megyei értéktár tablóit a nagyteremben és a folyóson, a Galgahévízi értéktár képeit pedig a falakon helyezték el. Szabó István kiemelte a Galgahévízi kezdeményezés jelentőségét. Nem csak megyei érték van, van helyi érték, ami a közösség számára érték.
és hogyha olyan van, ami ettől több, akkor fog bekerülni a megyei értéktárba. De nem ez a fontos, hanem az, hogy önöknek itt, a településen tudják, hogy milyenek, mik az értékek. Tudják, hogy mi az, amit át kell örökíteni a következő generációnak. És mi azért kezdtük el járni a megyét ezzel a kiállítással, hogy ott, ahol még nincsen értéktár, ott igenis alakuljon meg. Galga Hévíz önkormányzata 2016 őszén megalakította a Helyi Értéktár Bizottságot, a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság anyagi támogatásával megkezdte az értékek feltárását és feldolgozását. A Galga Hévízi Értéktár tablóinak felújítása után a Dobó utcai közösségi ház ad majd otthont. Az értéktár gyarapítható, a lakosság felterjeszthet értékeket, amit a Helyi Értéktár Bizottság elbírál. Azokat az értékeket, amik itt vannak Pest megyébe, ezeket a törekvéseket mindenféleképpen alá kell támasztani azoknak a községeknek, azoknak a falvaknak, városoknak, akiknek van, és akik ebbe szívesen belépnek, és ezt szívesen megmutatják. A falakon látszik a Galga-Hévízi értéktár előkészülete. Én nagyon szépen kérem, hogy mindenféleképpen nézzék ezt meg, és tegyenek javaslatot még. Ez meglegyen, ez ne legyen, ez bekerüljön mondjuk a Pest megyei értéktárba, vagy ne is terjesszük föl, hanem ettől van nekünk sokkal jobb. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen ezt meg fogjuk tudni tenni, és már nagyon várok arra, hogy kész legyen a Dobó utcai közösségi ház, és végre a megfelelő és annak a tartalmas helyére kerüljönek ezek a tablók, és emellé minden olyan dolog látható lesz, amit a tablón most per pillanat olvasni tudnak, tehát ott meg fogjuk tudni nézni, hogy milyen körülmények között éltek őseink, milyen is az a galgahévízi lukhímzés, mit csinálnak a hagyományőrzőink, és stb., ami még mellette az udvaron található. Az értékek felvonultatására nem csak tablókat, hanem füzeteket is készítettek, Kincsek értékek Galga-Hévízen címmel. De ehhez a naphoz úgy gondolom az is hozzájár, hogy ilyen eseményeken és a falunapi eseményeken megemlékezzünk és megjutalmazzuk azokat az embereket, akik Galga-Hévíz közösségéért folyamatosan tettek, tesznek, még a mai napig is, és elősegítik azt a munkát, vagy szépítik környezetünket, hogy mi ténylegesen élhető, és olyan körülményeket tudjunk önöknek teremteni, amiben szívesen élnek, szívesen laknak, szívesen hozzák le az ismerőseiket, esetleg nyaralnak, táboroznak, vagy itt töltenek egy kevés időt. Hogy a Galga-Hévíz közösségi életéért kiemelkedően tevők méltó elismerésben részesülhessenek, az ünnepség alkalmával sor került a Galga-Hévízért emlékplakettek átadására. Én arra kérem önöket, hogy fogadják tőlünk szeretettel, hogy ezen a mai napon megjutalmazzuk azokat az embereket, akik Galga-Hévíz közösségéért tettek, és a fő célom az, hogy ez ma bemutatásra is kerüljön, és kérem, hogy továbbra is segítsék a mi munkánkat, és itt legyenek velünk együtt a közösségekbe, és ezeket a közösségeket erősítve tudjuk mi ezt az értéktárat növelni, és az élhetőséget és a mi életünket sokkal nagyobb színben megmutatni a nagyvilág felé, hiszen amint látták azért ez a kis film, ami a műsor elején kezdődött, bemutatta nekünk, hogy igen, ez a mi falunk, ez itt Galga-Hévízen, az alsó Galga mentén egy kis gyöngycem, erre vigyázni kell, és ebbe a faluban azért érdemes élni, mert ezt mindig tudjuk szépíteni, még akkor is, hogyha minden szépség megtalálható benne. Galga-Hévízért emlékplakettet vehetett át Kölesi Éva népdalénekes, a Pávakör vezetője és a Hévízi Iglicék felkészítője több évtizedes munkájáért. Szilágyi Dezső, fafaragó népi iparművész, akinek számos alkotása díszíti a község közterületeit. Mrekva Bálint életmentő bátor magatartásáért kapott emlékplakettet, ugyanis egy égő családi házból mentett ki embereket. Külföldön tartózkodása okán az emlékplakettet egy másik alkalommal vette át. Szabó Istvánnak, a Pest megyei közgyűlés elnökének a polgármester emléklappal fejezte ki köszönetét az értéktár létrehozásában való közreműködéséért. Az elismerések átadását követően a Galga-Hévízi Bence Matyi tanítványai, valamint a Kölesi Éva által felkészített Hévízi Iglicék léptek fel. Az ifjú növendékek produkciójában tanáruk is részt vett. Árva,
Hévíz Iglicék egy meglepetés előadással is kedveskedtek tanárnőjük Köles Éva számára. Szép a virágos fa, május hónapjába, ezerszer szebb a lány fiatal korába. Mit tehetek róla, hogy szerelmes vagyok, az anyám is az volt, én a lánya vagyok. Ki kellett, ne fújj rám a szelet, elmúlt az az idő, mikor szerettelek. Nem vagy legény, nem vagy, nem mersz megcsókolni, talán azt gondolod, nem tudom visszaadni. Vissza tudom adni, meg tudlak csókolni, szép piros hajnalban meg tudlak csókolni. Csuli, Juli, meg a buli, elment kukoricát lopni, megfogták a Csuli, Julit, elvették a gyógyfénytöri. Csuli, Juli, a szilvásba, majd megszakad a libásba, ha valaki megsajnálja, csókra vidul föl a szája. Ha valaki megsajnálja, csókra vidul föl a szája. Az est méltó zárásaként a Tarsoly zenekar Patakparton című lemezének bemutatóját hallgathatták meg az egybegyűltek. A 2010-ben alakult formáció koncertjén az idén húsvétkor megjelent CD dalain kívül a következő készülő lemezükről is megmutattak néhány számot.